Üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Az általános felvételi eljárásban több mint 350-en nyertek felvételt a Debreceni Egyetem egészségtudományi karára. Néhány nap múlva hirdetik ki majd a pótfelvételi eredményeit is. Erről is szó lesz a mai adásban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Termés nélkül. Történelmi mélyponton lesz az idei almahozam. Felvételi. Több mint 350 új hallgató a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán. Létszámstopp. Szünetelteti a befogadást az Állatbarát Alapítvány. Sokat beszéltünk már a nyáron az aszályról és annak következményeiről. Alma fronton is hatalmas a hiány, úgy tűnik, hogy az utóbbi 15 év leggyengébb terméshozamát hozza majd az idei szület. Megpróbáltuk megtudni, mekkora lehet az ellátási gond, és hogy kitartanak-e még a termelők azután, hogy az elmúlt 4-5 év folyamatosan veszteséges volt. Szabolcsi Attila nagykálói ültetvényén mutatja a Jonagold alma méretét. Annyira kicsi a gyümölcs, hogy a termelő jelenleg még abban sem biztos, érdemesen leszüretelni azt. Egy másik fajta, az idared valamivel jobb állapotban van, de ezeken a fákon sem kecsegtető a helyzet. A termés nagyjából háromnegyede esett ki a 10 hektáros területen a hatalmas aszály miatt. Körülbelül 10 hektáron termelek almát, kicsit megnőtt a területem tavaly óta, nagyon szépen belenyúltam, jó évet kezdünk. Igazából elég extrém ez az év. Sokszor szoktunk panaszkodni, hogy ilyen probléma, olyan probléma. Hát itt most elég hatványozottan összejött minden, kezdve a téli fajtjal, amikor bizonyos fajtáknál virág sem jött ki tavasszal. Aztán utána meg hát szerintem nem kell mondani, mert mindenki tudja, hogy az aszály az természetesen itt is fokozottan jelentkezik, nem csak a szántóföldi kultúráknál. Természetesen még nem kezdtünk el a betakarítást, csak satszolni tudom, én azt mondom, hogy körülbelül egy 20% termés lesz, ha rajta marad a fán betakarításig, mert már azt látni, hogy akinek esetleg megmaradt korábbi fajta, az ahogy elkezd érni a gyümölcs, az szépen hullik is lefele. Tehát igazából nem tudom, hogy mire odaérünk, addigra mi marad a fán. Ugye már külön kell választani az intenzív ültetvényt a hagyományos ültetvényektől, ahol nincs lehetőség öntözni, nekem ilyen van. Tehát a mérettel, ami meg is maradt, annak a mérete az sajnos egyenlőre úgy néz ki, hogy nem fog megnőni. Habár még mondjuk egy idered fajtának van körülbelül majdnem egy hónapja, nem tudom, hogy ha most esetleg kapunk egy csapadékot, az fog-e rajta javítani. Én egy kicsit pesszimista vagyok e tekintetben. Országszerte is nagyon rossz a helyzet. Legjobb esetben is 300 ezer tonna lesz a betakarított alma mennyisége idén, ilyen gyenge termés legutóbb 15 éve volt. Ebben az évben Magyarországon minden idők egyik leggyengébb, illetve az elmúlt 10 év leggyengébb alma termését várjuk. Ez 300 és 350 ezer tonna közöttire becsülhető. Hogy értsük a számokat, azt jelenti, hogy a sok éves átlag termésünknek tekinthető 600 ezer tonnás termés felét fogjuk idén szüretelni, de egy jó évjáratban, mint például a 2018-as 800 ezer tonnát meghaladó mennyiségű almát termeltünk, ennek pedig a bő harmada lesz idén a fákon. Utoljára ilyen gyenge termés a 2007-es drasztikus fagykárok idején volt, 210 ezer tonna körül mennyiséget szüreteltünk akkor, valamint 2011-ben is 300 ezer tonna körüli termést szüreteltünk. Akkor is a fagykárok okoztak nagyon jelentős terméskieséseket. Ebben az évben a nagyon jelentős tavaszi fagyok elkerülték az ültetvényeket, ugyan az északkeleti ország részben a húsvétot követő 3 napban, vagyis a virágzást megelőző héten voltak nagyon jelentős lehűlések, de akkor úgy tűnt, hogy ezek a virágokban nem okoztak még letális mértékű károkat. De már azt tapasztaltuk a virágzás előtt, illetve elején is, hogy összességében gyenge vagy közepes az alma virágzásának mértéke. Nagy különbség volt az extenzívebb művelési rendszerű, korszerűtlenebb öntözetlen ültetvények és az intenzív öntözött ültetvények virágzása között. Utóbbiakban jó, elfogadható volt a virágzás mértéke,
még a korszerűtlen, öntözetlen ültetvényekben kifejezetten gyenge. Ez arra volt valószínűsíthetően visszavezethető, hogy már aszályos volt a tavaly nyár és a tavaly ősz is, vagyis valószínűsíthető, hogy az öntözetlen ültetvényeken a fák nem tudtak tavaly elegendő mennyiségű és jó kondíciójú virágügyet érlelni. Tehát már idén áprilisban a virágzás elején úgy indultunk, hogy gyenge, közepes a virágzás. Erre jöttek negatív hatásként a húsvétot követő fagyok, aztán pedig a májusi-júniusi extrém hőség és aszály. Mindezen időjárási hatások következménye az lett, hogy egy gyenge terméskötődést követett egy nagyon jelentős májusi-júniusi tisztuló hullás. Mindezek következményeként 300-350 ezer tonnás nagyon szerény almatermést várhatunk idén. A piaci helyzet jelen pillanatban nagyon összetett. Ugyan Magyarországon minden idők egyik leggyengébb almatermése van, az Európai Unióban összességében jó termést várnak, a 11-11,5 millió tonnás átlag termés helyett 12,2 millió tonnát. Szintén jó termés van a lengyeleknél, jelen pillanatban 4,5 millió tonnára prognosztizálható. Tehát az európai jó termés és a magyar nagyon gyenge termés áll egymással szemben. A piaci viszonyokhoz hozzátartozik még, hogy Kínában, amely a világ legnagyobb alma és almasürítmény termelője, 50%-os világpiaci részesedésével, nagyon gyenge termés várható, a tavaszi fagyok miatt kiesik a termés 20-25%-a, ami ott 10-12 millió tonnát jelent, vagyis a kínai termés kiesés annyi, mint az egész Európai Unió termése összesen. Hogy ez hogyan fog egymásnak feszülni az almasürítmény és a léalma piacán, az jelen pillanatban nehezen prognosztizálható, az viszont már látható, hogy a tavainál mindenképpen jelentősen magasabb léalma árak várhatók. Az étkezési alma piacára Kína almatermése értelemszerűen nincs kihatással, ott a hazai és az Európai Uniós termés fogja meghatározni a piaci árakat. Nem becsülhető jelenleg még pontosan, hogy a Magyarországon vagy az Európai Unióban várható termésből mennyi lesz az étkezési és az ipari. Ugyanis az aszály és a hőség miatt, ami nem csak Magyarországot, hanem egész Európát sújtja, a gyümölcsméretek jelenleg elmaradnak az ilyenkor szokásostól, és nagy kérdés, hogy a születig az alma hanyad része fogja elérni a 65-70-es méretet, ami az étkezési alma alsó korlátja. Ez még jelentős mennyiségeket tologathat az étkezési és az ipari alma piac között. Ami bizonyosan látszik, hogy a hazai feldolgozó ipar kapacitásának kb. 50%-ára lesz elegendő ipari alma, és ezen nem fog jelentősen változtatni az sem, ha plusz-minusz 10-20 ezer tonna átrétegződik az ipari és az étkezési alma között. Jelen pillanatban 100-120 ezer tonnára becsüljük a hazai termésből az étkezési alma mennyiséget, ami szűken elegendő lehet a hazai piacok ellátására, de itt nagy bizonytalanság van abban, hogy mennyi alma kerül át a jelenleg étkezési almának várt tételekből az ipari alma felhasználásába. Hogyha 10-20-30 ezer tonna jelenleg étkezésének gondolt alma a feldolgozóiparban köt ki, akkor értelemszerűen a szűkíteni fogja az étkezési alma kínálatot, ami értelemszerűen az árak emelkedése irányába hat. Ezzel ellentétesen ható folyamat lesz, vagy lehet, ha az Európai Unióban szüretelt étkezési alma mennyisége az elegendő lesz a piaci igények fedezésére. Vagyis összességében azt lehet mondani, hogy soha nem volt még talán akkora bizonytalanság az árak prognosztizálhatósága tekintetében, mint ebben az évben. Az alma termőterület egyébként évek óta csökken az országban és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Az idei rendkívül rossz évjárat miatt várhatóan ez a negatív tendencia folytatódik. Ráadásul a termelők számára az előállítás és a tárolás is egyre költségesebb. Óriási bizonytalanság, illetve kockázat van a földgáz árában, ami ma már tízszerese a két évvel ezelőttinek. Ez a feldolgozóipar kockázatait növeli jelentősen, hiszen a léalma feldolgozásához nagyon sok földgázt használnak fel. Nagyon nagy bizonytalanság van az elektromos energia költségében, ami
alapvetően a hűtőházakat, a hűtőtárolást végző gazdákat, vagy kereskedőket és tészeket veszélyezteti. Már látjuk azt, hogy nagyon sok termelő, aki hűtőházzal rendelkezik, nem akar étkezési almát betárolni a drasztikus elektromos energia költségek miatt. Így előfordulhat, hogy ezek az alma tételek is, amelyek korábban betárolásra kerültek, most majd az őszi almapiacra kerülnek tárolás hiányában. Nagy bizonytalanság van az alma tárolhatóságában is, ugyanis a száraz, meleg időjárási körülmények között az almafák, illetve a gyümölcs, kálcium felvétele nagyon erősen korlátozott, már pedig a tárolhatóságért, vagy a tárolási rendellenességet jó részéért az alma kálcium ellátottsága felel. Ebben az évben tehát nagy bizonytalanság lesz abban is, hogy mennyi lesz a kitárolási veszteség, és mennyi ideig lehet majd jó minőségben étkezési almát tárolni. Nagy az esély annak, hogy jelentősen csökkenhet a következő két évben az almatermelő felületünk és az almatermelők száma, ugyanis idén egy gyenge termés van, jelen pillanatban még nem látható piaci árakkal. Nagyon sok függ attól, hogy milyen árak alakulnak ki, mennyire hozza az vissza a termelők termelési kedvét vagy reménykedését. De beszélnünk kell arról is, hogy már most valószínűsíthető az, hogy az öntözetlen ültetvényekben jövő évben is nagyon gyenge lesz a virágzás, hiszen ilyen hőség és ilyen aszály közepette a fáknak valószínűleg nem lesz energiája virágrügyeket differenciálni és érelni, már pedig az lesz a következő termés alapja, ha nincs virág, nincs termés. És ha valaki a jövő évben is egy nagyon gyenge terméssel szembesül, mint ahogy idén is gyenge a termés, az, ha valaki még túl is éli az idei évet, a jövő évi termelési kedvet nagyon erősen rontani fogja. Tehát most valószínűsíthető, hogy egy olyan spirál vagy folyamat elején vagyunk, ami a következő két évben rossz esetben az alma termőterületek jelentős csökkenéséhez vezethet. Igazából nyilvánvalóan ez soha nem egy-két éves folyamat, hanem egy sokkal hosszabb távú. De 4-5 éve rossz évjáratokon vagyunk túl. 2018-ban ugyan jó volt a termés, de nagyon nyomottak voltak az árak, és az alma 10-15%-át betakarítani se tudtuk. 19-20-21-ben a tavaszi fagykárok okoztak nagyon jelentős termésveszteségeket. Most talán a tavaszi fagyok hatása mérsékeltebb volt, de a hőség, az aszály, ami tavaly nyár óta tart, szintén jelentős kiesésekhez vezet. És 5 rossz évjáratot, mind anyagilag, mind pszichésen nagyon nehéz átvészelni. Szabolcsi Attila ezzel szemben azt mondja, ettől csak jobb évek következhetnek, a megoldás pedig nem az kell, hogy legyen, hogy a termelők felhagynak a tevékenységgel. Én úgy gondolom, hogy a gazdák mindig optimisták, mindig a következő évben bíznak, hiszen ha nem bíznának, akkor már rég nem csinálnák. Senki nem tudja, hogy milyen lesz a következő év. Lehet hallani ezt, lehet hallani azt, ugyebár, de hát ezt majd csak a jövő év mondja meg, hogy ebből mi valósul meg. Tehát aki gyümölcstermesztéssel foglalkozik, az nem egy évben gondolkodik. Tehát ugyanúgy neki fogunk ugrani a következő évnek. Más nem tudunk tenni, és bízunk a jó Istenben. Az általános felvételi eljárás során több mint 350 új hallgatót vett fel a Debrecen Egyetem egészségtudományi kara. Hogy melyek voltak a legnépszerűbb szakok, hogy hányan jelentkeztek pótfelvételre, és hogy milyen tanévnek nézünk elébe, erről Sárvári Attila oktatási dékán helyettessel beszélgetek. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásom. Jó estét kívánok. Először kezdjük azzal, hogy ugye júliusban kiderült, hogy első körben kiket és hány hallgatót tudtak önök fölvenni. Hányan vannak pontosan, és elégedettek-e ezzel a létszámmal? Gyakorlatilag a tavalyi évhez hasonló létszámú hallgatót tudtunk az idén felvenni, tehát 352 hallgatót vettünk fel pontosan az általános felvételi eljárás keretében. A legnépszerűbb szak a elmúlt évekhez képest hasonlóan a mentőtiszt szak volt, de sokan jelentkeztek védőnő és szülésznő képzésekre is. A levelező képzések közül a ápolóképzést emelnénk ki, tehát akik már ápolóként dolgoznak különböző egészségügyi intézményekben, azok közül nagyon sokan választották az alapképzést.
a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. A porfelvételi eljárás még talán zajlik, ott még akkor lesznek hallgatók, akik csatlakoznak a ősztől a tanításhoz, a tanévhez. Így van, a pótfelvételi eljárás keretében 101 hallgató vagy diák jelölte meg az egészségtudományi kar, bocsánat, helyesbitek, most már ez az új elnevezésünk, tehát az egészségtudományi kart. Tulajdonképpen ehhez képest most, amit látunk a számokból, és az első próbakör éppen ma zajlott, ehhez képest viszonylag szerényebb 50 körüli létszámot látunk. Ez abból adódhat, hogy bizonyos szakjainkon, például levelező mentőtiszt szakon, ápoló levelező szakon bizonyos előkövetelményeket kell teljesíteni a hallgatóknak, tehát voltak olyan hallgatók, akiket ki kellett zárnunk a folyamat során, illetve lehet, hogy voltak olyan hallgatók is, akik a minimum 280 pontos ponthatárt nem érték el. A Debrecen Egyetem szenátusa úgy döntött, hogy augusztus 1-től, ahogy ön is mondta már, egészségtudományi kar az új elnevezése. Ez ugye egy formai változás. Tartalmilag miben változik majd a kar? Miben lesz ez több, mint az előzőek voltak? Igen, tulajdonképpen ez két kar összevonásával jött létre, ez az új egészségtudományi kar. Tehát a korábbi Nyíregyházi egészségügyi karból, illetve a Debrecenben működő népegészségügyi karból. Az alapképzések megosztva voltak Nyíregyházán és Debrecenben, illetve elindultak ezek a képzések Szolnokon is, tehát tulajdonképpen ez az új kar három telephelyen fog működni, Nyíregyházán, Debrecenben és Szolnokon. Tehát tulajdonképpen a képzések azok nem mozdulnak, azok ugyanúgy, ahogy eddig is ugyanazokon a telephelyeken folynak majd tovább. Tehát így például a népegészségügyi ellenőr, dietetikus, gyógytornász alapképzések azok továbbra is Debrecenben lesznek, illetve elindult a gyógytornász, dietetikus képzés, tőlünk a védőnő, ápoló képzés Szolnokon. Tehát ott is vannak hallgatóink. Tehát tulajdonképpen ezeket az egészségtudományi alapképzések tartoznak majd ehhez az új karhoz. Hogyha valaki nem ismerné pontosan, akkor a mentőtiszten túl mi ez a képzés, amellyel itt Nyíregyházán találkozhat a hallgató? Ide tartozik az ápolóképzés, védőnő, szülésznő képzések. Meg kell említenünk természetesen az egészségügyi szervezőszakot, ami több specializációval, például egészség, turizmus specializációval bír, illetve több mesterszakunk is van. Ezek közül itt van ugye a kiterjesztett hatáskörű ápoló, egészségügyi szociális munka, szociális munka és szociális gazdaság, egészségügyi tanármesterképzések. Folyamatosan azt lehet hallani, hogy mondjuk a jövedelem, a bér az nem túl vonzó az egészségügyben. Ehhez képest egész sokan jelentkeztek. Mi lehet a karnak és a képzésnek az a vonzereje, ami miatt viszonylag sokan pályáznak ezekre a szakokra? Ez ugye vannak olyan képzések, amelyek itt a régióban csak itt érhetők el nálunk. Például ugye a mentőtiszt képzés, szülésznő képzések. Tehát nyilván ide tudnak jelentkezni a hallgatók, de mindenképpen ki kell emelnem azt, hogy az elmúlt években jelentős EFOP forrásokat, támogatott forrásokat nyertünk el különböző fejlesztésekre, és gyakorlatilag meg tudtuk újítani az elmúlt évben az eszközparkunkat, amelyek a gyakorlati képzést szolgálják. Van még egy ereje a Debrecen Egyetemnek az, hogy nagyon sok a külföldi hallgató. Ez az egészségtudományi karra is igaz? Így van. Jelenleg három képzésünk folyik angol nyelven. Ezek közül az ápoló az alapképzések közül, és két mesterképzésünk, hogy az egészségügyi szociális munka, illetve a szociális munka és szociális gazdaság mesterképzések. Az elmúlt évekhez képest ezt el tudom mondani, hogy jelentősen tudtuk növelni a felvett hallgatók létszámát, különösen az ápoló alapképzésben. Ott most az idén 30 hallgató kezdi meg a tanulmányait jelenállás szerint. Az egészségügyi szociális
munka, illetve szociális munka, szociális gazdaság mesterszakokon pedig körülbelül 20 hallgatót vettünk fel. Azt lehet tudni, hogy a világ mely tájáról érdeklődnek, vagy tényleg minden oldalról, minden, tehát Egyesült Államokból is akár, vagy a Közel-Keletről, Távol-Keletről? Igen. Hát alapvetően a közel- és távol-keleti, illetve az afrikai országok közül Nigériát emelném ki. Az utóbbi két évben Szíriából nagyon sok hallgató érkezett, most Pakisztánból is elég jelentős számú jelentkező volt, de van Indiából is, Dél-Afrikából is hallgatónk, sőt múlt évben Chiléből is vettünk föl hallgatót, aki el is kezdte a tanulmányait, tehát tényleg azt tudom mondani, hogy a világ összes ország szinte, vagy hát ez a nagyon kiterjedt az a az a kör, ahonnan jelentkeznek a hallgatók. Szeptemberben indul a tanév, általános és középiskolákban is sok szó esik arról, hogy ki tudja, milyen lesz ez a tanév, akár itt a járványok, akár más az energiaválság okán, hogyan készül akar. Gondolom, hogy az elmúlt két év, főleg a koronavírus már megtanította a vezetőséget arra, hogy hogyan kell digitálisan vagy hibrid módon oktatni, mire készülnek. Mi jelenléti oktatásra készülünk, tehát így fog elkezdődni a szeptemberben a tanévünk, de természetesen, ahogy említette is, valóban, ugye a COVID miatt, koronavírus járvány miatt, ugye amikor át kellett állnunk a digitális oktatás, online oktatásra, akkor tulajdonképpen egy nagyon gyorsan, rapidan kellett felkészülnünk erre a folyamatra. A szerencsénk az volt, hogy már mi online felületeket használtunk, tehát tulajdonképpen is a tananyagok nagy része is online készül és rendelkezésre áll, tehát tulajdonképpen maga az oktatási forma volt, ami viszonylag új, de maga az a háttér struktúra, amiben ezt meg tudtuk valósítani, az rendelkezésre állt. Tehát gyakorlatilag pillanatok alatt át tudnak állni a digitális oktatásra szükséges. Így van, tehát hogyha most egy újabb vírus hullám jönne, vagy járvány hullám jönne, akkor természetesen nagyon gyorsan tudnánk erre reagálni. És nagyon szép és erős üzenete volt még a karnak az, hogy nem csak hogy átálltak, hanem nagyon sokat segítettek is hallgatók abban, hogy itt a megyében az ellátás folyamatos legyen. Így van, a hallgatóink közül azt mondhatom, hogy minden szakról voltak olyan hallgatók, akik részt vettek ebben a munkában. Elsősorban itt persze a egészségtudományi képzési területen tanuló hallgatókat kell kiemelnünk. Tehát ugye a mentőtisztek, ápolók, szülésznők, védőnők mentek, egyrészt a szűrésben vettek részt, másrészt pedig amikor a védőoltás már bejött, ugye akkor a védőoltások szerzésében, beadásában nagyon aktívan részt vettek. Dékán helyettes úr, köszönöm szépen, hogy elfogadtam a meghívást, és hát eredményes és jelenléti tanévet kívánok önöknek. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Létszámstoppot hirdetett a napokban a Nyíregyházi Állatbarát Alapítvány. A növekvő energiának és a csökkenő örökbefogadási kedv miatt egy darabig nem tudnak új állatot elhelyezni. Ráadásul az emelkedő rezsiszámlák miatt sokan költöznének kertesházból panelba, így házi állataiktól is kénytelenek megválni. Ugye az elmúlt néhány hétben nagyon sok minden történt itt Magyarországon, kezdve a benzinárak emelkedésétől, és gyakorlatilag minden érinti az állatvédőket is. Nálatok most mi a helyzet, hogyan élitek ezt meg? Elég rosszul éljük meg ezeket a változásokat, a civil szervezetek nagy bajban vannak. Jelen pillanatban több nyílt levél és több kérés is érkezett ugye a kormányhoz, hogy próbáljanak segíteni esetleg ezekben a dolgokban, de érthető módon leginkább most az emberek kerültek előtérbe, a családok, emiatt az állatvédelem egy kicsit háttérbe szorult. Nagyon bízunk benne, hogy a futópályázatok még lezárásra kerülhetnek, most is jelen pillanatban van egy pályázat, aminek az eredményére várunk, illetve ami elég rendesen érint minket, az ugye leginkább az üzemanyagárak, hiszen például nekünk az autónk az alapítványos néven van, magyarul céges autónak számít, tehát mi is teljes árat fizetünk ezért, illetve hát az elektromos áram, ami nekünk egy nagy probléma, gáz nincs a telepen, viszont áram igen, és így is eddig is egy elég nagy költsége volt ennek az egésznek, hiszen 5 fagyasztót üzemeltetünk, ugye az állatoknak a hústárolására, ezek leginkább régi fajta fagyasztók, tehát igencsak megérezzük azt, hogy sokat fogyasztanak.
viszont nincs arra most lehetőségünk, hogy ezeket új korszerű energiatakarékos fogyasztókra lecseréljük, illetve van egy szociális épületünk, amin belül üzemeltetjük ugye a rendelőt, a kis műtőnket, a karanténunkat, az irodahelyiségeket, ezek mind ugye áramot fogyasztanak érthető módon, számítógépek, műtétekhez különféle dolgok, úgyhogy ez is eléggé fogyasztja. Nem tudjuk még egyelőre, hogy mi lesz a vége, mindenesetre berendezkedtünk most egy tartalékolással, igyekszünk a lehető legjobban lecsökkenteni ezeket a fogyasztásokat, ki is ürítettünk egy-két fogyasztónkat, viszont ahhoz, hogy az állatoknak enni adjunk, ahhoz viszont muszáj ugye üzemeltetnünk, tehát ez egy ördögi kör, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Egyelőre elég pesszimistán állunk ez az egész történethez, hiszen azt látjuk, hogy az emberek ugye egy kicsit most próbálnak ők is tartalékolni, illetve van azért egy kis félelem, hogy mekkora költségeik lesznek a jövőben. Emiatt érthető módon az adományozás teljesen visszaszorult, nagyon, nagyon kevés támogató maradt, érezzük ezt a zuhanást, viszont a növekvő költségekkel, ugye, ami kialakult gyakorlatilag az infláció miatt, illetve a háború következményeként, azzal nekünk is szembe kell nézni. Itt gondolok itt a tápárakra, esetlegesen az állatorvosi költségekre, a gyógyszerek árára, ugye az említett rezsi árakra. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Minden esetre most eléggé nyílik ez a bizonyos solló. Nagyon nagyok a költségek, és egyre kevesebb a támogató, úgyhogy próbálunk túlélni ebben az időszakban mi is. Nem olyan régen a közösségi oldalatokra kiraktatok egy posztot, hogy létszám stop van. Ez hogyan alakult? Az előbb említett dolgok mennyire befolyásolták most ezt? Tulajdonképpen nálunk folyamatos a teltház állandó jelleggel, viszont az sem titok, hogy amikor örökbe tudunk adni kutyákat egy kicsit nagyobb számban, akkor azért van lehetőségünk fogadni újabb állatokat. A létszámstopp az egy egyszerű matematika. Tehát gyakorlatilag, hogyha nincsen kimenő forgalom, hogy így fogalmazzak, akkor bevenni sem tudunk kutyákat, már pedig ez a helyzet sajnos előidézi azt is, hogy az örökbefogadó létszáma gyakorlatilag a zéróra csökkent, hiszen ugye ezt is értjük egyébként, az emberek ugye nem akarnak feltétlenül bevállalni egy plusz költséget, már pedig egy állattartása, hogyha felelős gazdáról beszélünk, akkor azért ez egy nagy költség lehet, gondolok itt tényleg állatorvosra, eledelre, vagy bármi egyébre, illetve parazita ellenes védekezésre, vagy akármire, tehát egy kutyának azért vannak, vagy egy macskának is vannak azért alapköltségei, és abban az időszakban, amikor az emberek ugye próbálnak a megszorításokkal szembenézni, illetve spórolni, ahol csak lehet, nem feltétlenül az lesz az első, hogy egy plusz új terhet úgymond, édes terhet ugyan, de egy terhet a nyakukba vegyenek egy kutya költségeivel, vagy egy macska költségeivel egyetemben, és sajnos ezt a létszámstoppot ez okozza. Egyébként nem csak mi küzdünk ezzel, hanem Magyarország összes menhelye. Több százezer kóbor kutya van Magyarország területén jelen pillanatban, viszont a magyarországi menhelyek befogadó képessége mindössze 35-40 ezer kutya, illetve ugye a gyepmesteri telepeken vannak nagyon sokan, viszont a gyepmesteri telepeken 45 nap után legálisan altathatóak az állatok. Egy menhelyen ezt nem fogják megtenni nyilván az állatvédők, úgyhogy mi ezzel helyet nem tudunk, és természetesen nem is akarunk generálni, hogy esetlegesen állatokat altatunk el. Beszéltünk itt már a megszorításokról, hogyha a lakosság szempontjából nézzük ezt, akkor elképzelhető, hogy esetleg úgy fognak spórolni, hogy a saját állataiktól megszabadulnak. Ebből a szempontból ti mit tudtok előre jósolni gyakorlatilag magatoknak, mi vár most itt az állatvédőkre? Sajnos azt tapasztaljuk, hogy ez már nem csak jóslat, hanem egyre inkább előfordul, és egyre több telefont kapunk ezzel kapcsolatban, hogy a saját állataiktól szabadulni szeretnének a gazdák. Ez több rétegből áll, van, aki külföldre költözik, vagy kisebb lakásba eladja ugye a családi otthonát, ezzel próbál spórolni, és sok embernek az első gondolata az, hogy ezt a terhet úgymond, tehát a kutyatartást, macskatartást megszüntesse, illetve ezzel is spóroljon, úgyhogy az elmúlt időszakban, az elmúlt hetekben sajnos nagyon-nagyon sok olyan telefont kaptunk, ami erre eddig nem volt jellemző, hogy beszeretnék adni, és a körülményekről érdeklődnek olyan tekintetben, hogy mi a feltétele, hogy beadhassanak egy gazdás állatot. Továbbra is azt kell, hogy mondjuk, hogy ebben az esetekben abszolút nemet kell mondanunk, ahogy eddig is nemet mondtunk, tehát a gazdás állatokra már végképp nincsen senkinek sem kapacitás.
megoldása. Sajnos muszáj, hogy megoldást találjanak a gazdák maguknak. Leginkább azt tanácsoljuk, hogy próbálják meg megoldani, hogy megtarthassák az állataikat, kérjenek segítséget, vagy keressenek olyan új lakhatási lehetőséget, hogyha nem tudják fenntartani az eddigi otthonaikat, ahova vihetik magukkal a kutyát, hiszen egy kutya vagy egy macska olyan, mint egy gyerek, gyakorlatilag nem érti, hogy mi történik. Most például tehát olyan kutyák is veszélybe kerülnek, akik hosszú évek óta élnek a gazdikkal. Sajnos hozzánk is visszakerült egy tőlünk örökbe adott kutya. Aki tőlünk van örökbe fogadva, nekik természetesen életük végéig egy biztonsági hálóként funkcionálunk. Karamell 8 évet töltött el a gazdájával, családi házból panelba költözik, és sajnos visszakerült. Körülbelül egy hete van most nálunk újra, teljesen össze van zavarodva, össze van törve, nem tudjuk, hogy ki fog ebből lábalni, nem érti, hogy mi történik, széthullott körülötte minden gyakorlatilag, és a gazdája nem tudta megoldani tovább a tartását. Emiatt, és ez nagyon szomorú történet, és nagyon szomorú dolog ez az egész, viszont tényleg azt próbáljuk javasolni a gazdiknak, hogy próbáljanak valami megoldást találni, mert ezt az állat áradatot, amivel szembe kell néznünk a következő időszakban, ezt civil szervezetek képtelenek lesznek kezelni. Óriási problémák, nyilván nem csak az állatvédőknél, hanem most úgy globálisan az egész világban. Saját szempontotok szerint mi lehetne most a segítség, vagy mi az, ami egy kicsit meg tudná könnyíteni a következő heteket, hónapokat? Első körben, amiről beszélünk sokat, hogy a saját állatokat próbálják meg a lehető legtovább rendezni a gazdák, tehát ne az legyen az első gondolat, hogy szabadulni tőle, már ezzel is gyakorlatilag egy olyan terhet levesznek rólunk, amivel ugye az elmúlt hetekben szembesülünk, hogy nem kell azon gondolkodnunk és kattognunk, hogy hány állat fog utcára kerülni, és hánynak nem tudunk segíteni. Illetőleg, ami most a legeslegfontosabb dolog, az a tartalékolás, a túlélés. Nagyon szeretnénk, amíg még nem szabadul kell teljesen az árak száraz tápokból leginkább betárolni, hiszen közel 180 kutyát kell jelen pillanatban etetnünk, illetve körülbelül 50 macskát, úgyhogy számukra a legutolsó dolog, ami elfogyhat, az az élelem, tehát természetesen ez egy alaptörténet. Úgyhogy gyakorlatilag talán a tartalékolás az, amiben a legjobban tudnak most az emberek segíteni, a készleteink felhalmozása egy picit előre. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor vendégünk lesz, többek között a Magyar Építészkamara megyei elnöke is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!